Előző alkalommal a Big Game műsorán a történelem egyik leghihetetlenebb leosztásában az időzített bomba talpon maradt, de közben alaposan megcsapolt a Phil Hellmuth zsetonjait. Igen! Ez az! Nagyon jó! Hihetetlen! Király! Király! Tony G pedig pszichésen támadta Poker Brettet. Borzalmas vesztes vagy. El akarom taposni, le akarom nullázni. Lássuk, hogyan folytatódik a szócsata a Big Game műsorán. Imádom ezt a műsort! Önök a Big Game-et látják a PokerStars.net-től. Köszöntjük Önöket Las Vegasból a Big Game legújabb műsorában. Joe Stapleton és jó magam leszünk a házigazdáik ezen az estén, amelyen a világ legjobb játékosai több mint $1 millió szállnak harcba ultramodern pokertermünkben. Nem csoda, hogy Daniel imádja a műsort, hiszen eddig $134 000 nyerőben van. A legendás Doyle Brunson viszont eddig majdnem $150 000 vesztőben. A Unabomber fillák adatlapján látható, hogy $64 000 a nyereménye. Tony G nem sokkal ezelőtt még több mint $100 000 pluszban volt, de mostanra mínusz $86 000 esett vissza. Phil Hellmuth eddig ügyetlenül hajolgat a pofonok elől, $28 000 a vesztesége. És van még egy játékosunk, az időzített bomba Ernest Wiggins, akinek kölcsön adtunk $100 000. Eddig a washingtoni pókeres 64 000-rel növelte tőkéjét, most Amandával beszélget. Ernest? Igen? Úgy tűnik, egész jól megy magának. Bizony, nem panaszkodom. Minek örülne most a legjobban? Őszintén megmondom, annak örülök a legjobban, ami most történik velem. Ez volt az álmom, hogy a farkasok között végre én is farkassá válhassak, ha érti, mire gondolok. Egy szóval, Ídám nagyon jól érzi magát. Rendben, további sok sikert. Köszönöm. Köszönöm. Emlékeztetőül, a mindenkori időzített bomba $100 000 kap kölcsön, amiből játszhat, és minden e fölé eső nyereményt megtarthat. Ezen kívül a legeredményesebb időzített bomba egy $50 000 értékű North American Poker Tour útlevelet is kap. Na, kész vagy újra harcba szállni? Persze, minden. Oké, de egy kicsit, mintha lelassult volna a játék. Hogy is állsz most? 64 ropit nyert. De nem is ez a lényeg. 64 ropit? Igen, de az nevet, aki utoljára nevet. Daniel még a végén előhoz pár Dakota közmondást is. Azt hagyjuk a politikusokra. Doyle közben 2300-ig emel. Tony G-nél pont a Doyle lap van. És megadja. Ezt a kezet én úgy hívom, hogy egy dögös csaj egy rusnyapalival, egy tízes egy kettessel. Hellmuth megad, Ídám dob. Remélem Philnek nem ász kilencese van megint. Akkor nagyot emelt volna. Egy múltkori leosztásra utalnak. Azt már észrevettük volna. Négyen tehát a flopon. Király 9 bubi. Hellmuth az első beszélő. Hellmuthnak top párja van. 6000-et hív. Bransonnak közepes párja van. Negraunak pedig nyitott sorhúzója. Daniel megad. Doyle helyében sokan azt hinnék, hogy náluk van a legjobb lap, de Phil hívása és Daniel megadása után sejti, hogy az esélyei igen halványak. El is dobja. Tony G szintén. Daniel a sorával próbálná becserkészni Hellmuthot. A turnre kör 6-os jön. Hellmuth passzol. Ha mi hallottuk ezt a lemondó morgást Hellmuthtól, akkor Daniel is észrevette. A francba. 6-os. Nem, a riverre egy tref 5-ös jön. Nem 6-os. 6004. Phil 6400-at hív. Daniel pedig dob. Hű, de rosszul játszottam meg. Mit művelek itt? Jöhetett volna 7-es a riverre. Ja. Vagy egy dáma. Gondolom. Phil tehát elviszi az est első pottyát. Ezt nagyon nem így kellett volna megjátszanom. Közben tekintsük át a Big Game szabályait. A játékosok 150 leosztásig játszanak. A flopot megelőzően pot limit van, utána no limit. A kisvak $200, a nagyvak 400, az ante pedig $100, amit mindenki helyett az osztó pozícióban ülő fizet be. Mindenki minimum 100 000-rel kezd neki a játéknak, a ribály felső határa $500 000. Tony G az élővak. Élővakozzunk, Tony? Szeretném, ha nyernél egy partit. Én is. Hellmuth az első beszélő. Dobja a 7-es magasát. Rajtam kívül mindenki vidám.
Ha jó a kedved, tapsolj nagyokat. Gyere, fiú. Utána meg, ha jó a kedved, tapsolj nagyokat. Nagyokat. Ha köztünk vagy, és jó a kedved, ha jó a kedved, tapsolj nagyokat. Másoknak is mutasd ezt meg, ha jó a kedved, tapsolj nagyokat. Ügyesek. Te is szőlőleven vagy, Phil? Nem, én csak... Mindegy. Legalább Amanda nevetett. Gyömbéren, koffeinen és cukron vagyok. Én ezt nem mondhatom el magamról. Nem, cukor nincs is bennem, csak koffein. Egy énekversenyen nem rúgnának labdába, még egy ilyen egyszerű dalt sem tudtak normálisan elénekelni. Később meghallgatjuk a János bácsi a csatábant is. Hárman várják a flopot, amire 9-8-2 jön. Luck elcsekkeli a toppárját, Tony G is passzol, és Daniel is. Luck nem akarja nagyon felduzzasztani a potot, mert elég sérülékeny a lapja. Egy trap dáma jön, Luck passzol, Tony pedig 4000-et hív. Daniel dob. Tony azért G, mert kikaparja az embernek a gesztenyét. Folyton a rosszabb lappal hív. Phil Luck megadja, úgyhogy jöhet a river. Trap 5-ös. Luck pedig passzol. Luck tudja, hogy elől van, és Tony hívására vár. Aminek 15 000 az összege. És megadja. Nagyon jól teszi. Phil Luck meggyőződik róla, hogy nyert. Végig arra várt, hogy Tony hívjon, és ő a terítésig csak megadja. Phil Luck tehát egy csaknem 48 000 dolláros potot visz haza. Ha a Devilfish itt lenne, kioktatna, hogy nem lenne szabad blöffölni a megadogatós játékos ellen. Devilfish a régi motoros brit szerencsejátékos David Ulliott. Mindig jó tanácsokkal látja el a játékostársait, sokszor kéretlenül. Doyle Brunson élővakot tesz az osztogomról. A trefekből tudtam, hogy nem lehet nálad a nuts. Mi ez? Super Sleeper? Inkább csak búszúnyókálás. Az a Super Sleeper, ha az élővakot az osztógombról teszik. Ha mindenki dob előtte, csak akkor számít élővaknak. Ilyenkor aztán a kisvak és a nagyvak után beszélhet utolsóként. És így is történik. Phil Luckra kerül a sor, akinek két királya van. De csak megad. Vagyis folytatja ezt a passzív trükközést. Tony G megadja. Mehet. Tehát csak most jön Doyle, aki passzol. 6-5-10, ebből két kör a flopra. Phil Luck passzol. Tony G a flush és sorhúzójával 2000-et hív. Még mindig Luck a favorit, de Doyle-nak alulfelül nyitott sorhúzója van. Meg is adja. Phil Luck pedig 7800-ig emel. Tony G megad. 7800? Phil megpróbálja ezzel kizárni az esetleges húzókat. Mennyi is? Összesen 7800. Doyle-nak rejtett húzója van. Ha leesik egy 8-as vagy egy 3-as, meg lesz a sora, amit a többiek nehezen fognak tudni kiszúrni. És Doyle megadja. Phil valószínűleg nem várta, hogy ennyien megadják az emelését. Most reménykedhet, hogy nem saját magát csapdázta be. A törnve pedig káró 10-es jön. Ez nem jó Philnek, hiszen elképzelhető, hogy az ellenfeleinek valamelyiket toppárral adta meg flopom. Luck passzol. Tony G pedig 25 000-et hív. Túl nagy hívás. Phil ettől gyanút fog fogni. Doyle dob is. Luck megadja. Két királyt nehéz elengedni. Főleg, mivel Tony bármilyen két lappal képes blöffölni. A riverre pikkász jön. És Luck ismét passzol. Ennek a lapnak Luck valószínűleg megint nem örül. Ha Tony most megfelelőt hív, még megnyerheti a partit. Tony passzol. Phil megmutat. Megint nem jött, hihetetlen. Egyszer sem tud leesni, ez van. Megint elkaptál. Csak hagytál vele menni. Szép volt. Mázlid volt a két királya. Amikor mindketten megadtátok, csak azért imádkoztam, nehogy kört dobjon törnre. Egy 4-es sem tudott esni, egy kör se, semmi. Tony G-t lassan kiismerik, amiből Luck profitál a legtöbbet. De ez még csak a bemelegítés a Big Game-ben. A szünet után még több izgalommal jelentkezünk. Köszöntjük Önöket a PokerStars.net Big Game című műsorában. Nagyon jó, hogy Phil Luck pont a jobbomon ül, mert így úgy, ahogy kordában tudom tartani.
Phil Locke egy őrült kártyás, és össze-vissza beszél, amivel képes teljesen összezavarni. Phil, nehéz fogást találni. Talán a legfontosabb, hogy megérezzük éppen milyen hangulatban játszik. Lehet, hogy Phil Locke kiszámíthatatlan, de a jelen játékban eddig nagyon passzívan és megfontoltan játszott, jól méri föl az ellenfelek lapjait, és ennek megfelelően nyerőben is van. Eddig 130 ezer dollárra. Olyan, mint egy profi pókeres. Én szívesebben vagyok tévés pókeres, a sokkal menőbb. Profi tévés pókeresek. Imádom a kártyát. Ha kapnék 1 milliárd dollárt, akkor is kártyáznék, persze nem ennyit, de azért eleget. Én is. Még szép. Ugyanez lenne. Csak nagyobb tétel, mert megtehetnéd. Ja, és ha minden madarat megkopasztottam, odaülnék a profikhoz, hogy megye még. Nem a levegőbe beszél. Nemrég vett részt egy új rekordot felállító 115 órás játékon a Bellagioban. Doyle Brunson már is dob. Phil Locke megint nagyon erős. Az eddigi stílusának megfelelően ász királlyal is csak megad. Tony G 2000-ig emel. Tony G szereti hízlalni a potot. Phil Helmut megadja az egyszínű szomszédos lapjaival. Edub az időzített bombánk. Hármas pár. Jó occot kap, hogy megnézze, jön-e a szett. Megadja. Daniel is megad. Aztán Phil Locke és ász királya. Miért ne tenné? Öten tehát a flopnál. Ász bubi 9, ebből 2 kör. Helmut passzol. Wiggins is. Negranu is. Most túl sokan maradtak ahhoz, hogy Locke passzívan játszon, szűkítenie kell a mezőt. Egy hullámhosszon vagytok, 6400-at hív. Tony G-nek egy alulfelül nyitott sorhúzója van, ennél rosszabbal is meg szokott adni. Nem hiszem, hogy önszántából feladná a potot. És tényleg megadja. Tony kiskapus kördámás flös húzója nem él, mert Locke-nál az ász. Phil Helmut, Edub és Daniel is dob. A törnre pedig tref 7-es jön. Locke passzol. Ezzel egy lehetséges sor alakult ki 10-8-al. Locke valószínűleg minél olcsóbban szeretne eljutni a terítésig. Tony G passzol, és Caro 5-ös jön a riverre. A törn utáni passzból Phil most már tudhatja, hogy ő az erősebb. Úgy tűnik, megpróbálja kifizettetni a lapját. 12.200-at hív, ennyit kéne Tony G-nek megadnia. Akinek ismét nem jött. És 26.000-ig emel. Megpróbálja riveren elvinni. Egy ilyen visszaemeléstől a riveren Phil önbizalma is elszállhat. Trükkös emelés. Hű. Úgy tűnik, hogy tényleg volt valamid a flop előtt. Imádom, amikor Phil Locke magában beszél. Próbálja összerakni a dolgokat, mert úgy néz ki, mintha Tony emelése tükrözné a lapja értékét. Neki pedig csak egy párja van. 8-10 van. Vagy semmije. Más nem lehet. Lehet, hogy ki akarod fizettetni? Phil azt is jól tudja, hogy Tony bukóban van és begőzölt. De végül is csak kb. 10 000-rel emeltél. Mennyi is lett így? 26? Szóval 14 000-et kell megadnom? 14 000-ért rengeteget kaphatok vissza. Phil megadja, és elnyeri a több mint 75 000-es potot. Phil a potocot számolta, és próbált rájönni, milyen gyakorisággal lesz nála az erősebb lap. Egy ilyen visszaemelés esetén... Tony úgy begőzött, hogy azzal az itallal inkább le kéne őt hűteni. 4-1-hez volt az esélye. Egyszer nem tudta ledobni Giselle, egyetlen egyszer sem. Ami nem az osztó hibája, akit amúgy Lonnie-nak hívnak. Tony G folytatja a laza agresszív játékát, de az eddigi 92 leosztás alatt ez nem igen jött be neki. És ha el is jut a terítésig, akkor nagyon kis százalékban tud csak nyerni. Közben Locke minden terítését megnyerte. Erre még visszatérünk, most folytatódjon a játék. Doyle Brunson lesz az első beszélő, miután Lonnie kiosztotta a lapokat. Aki semmiképpen sem Giselle, a nagyöreg dob. Phil Locke ász 4-essel megad. Neked semmi kell, jön nekem meg fullokkal. Tony G dob, Phil Helmut megad. Edub is beszáll. Tony G eloldalog. Pápa. Tony G az akójától nem tudta kiengedni a gőzt. Daniel is passzolt, a flopra pedig dáma 2 bubi jön. Passz.
Wiggins passzol, Negreanu szintén. A flop után Danielnek és Helmutnak is top párja van, de Helmut kísérője jobb. Luck 1200-zal kezdi a hívást, Helmut pedig 3500-ig emel, amivel elijeszti az időzített bombát. Újra Danielen a sor a top párjával. Lehet, hogy Daniel azt hiszi, nála van a jobb lap, de arra is gondolhat, hogy akár egy erősebb lapot is eldobhat Phil-lel. És visszaemel 11500-ra. Phil Luck. Viszlát! Most Phil Helmutnak kell jó döntést hoznia, amihez rá kéne jönnie, hogy Danielnél van-e a jobb lap, vagy csak úgy csinál. Tisztában van vele, hogy Daniel tudja, nem játszik sok kasszában, de kiblöfföltetni sem akarja magát. Lássuk, mit lép. A jó öreg tudjuk, hogy ő tudja, hogy mi tudjuk helyzet. És Phil Helmut megadja. Sok szinten megy itt a játék. És jön a turn. Káró kettes. Most mindkét játékosnak ugyanannyit ér a keze. Dáma kettes két pár bubi kísérővel. Ha így marad, osztozniuk kell lapoton, de még bármelyikük elijesztheti a másikat. Nézzék Helmutot, mintha legszívesebben az asztal alá bújna. Nem akarja kiadni magát. Daniel 12 000-et hív. Helmut pedig rögtön megadja. A riverre tref 7-es jön. Elfelezik a potot, ha csak valamelyikük nem blöffel egy jót. Daniel passzol. Passz. És Helmut is. Dámám van. Nekem is. Más semmi. Fele-fele. Oké. Okay. Hát, ezt elszúrtam. Kezdeményezni kellett volna. Milyen hülye vagyok, elbénáztam, rá kellett volna tolni riveren. A törn mentett meg. Istenem, hogy lehetek ilyen szerencsétlen a kettes a törnön? Honnan szalasztották ezeket a világtalanokat? Azt se tudják, hol vannak, dáma kiker nélkül. Folyamatosan csak veszítek, nagyon beteg. Mit akarsz, Phil? Ez olyan, mintha felesben fizetnétek a csajjal a vacsorát. Még több izgalom a szünet után. Hát, ez kész. Újra itt a Big Game a nevadai Las Vegasból. Mellettem ül Joe Stapleton, én pedig Chris Rose vagyok. Pozitívan kell hozzáállnom, de ez valahogy nekem nem megy. Bizony, az nagyon fontos. Nem megy? Nem, nagyon nehéz. 200 000 mínuszban még nehezebb. Azt elhiszem. Róla csak úgy leperget. Azért ez nem igaz. Ezt nem jól látod. Hol van most Phil tanácsadója? Ernest Wiggins megadja a nagyvakot. Daniel 1600-ig emel. Doyle dob. Ernestnek ezzel a kézzel megint inkább emelnie kellett volna 6 főnél. Phil Luck megadja 5-ös magassal. Tony G. Egyszínű dáma 8. Hű, de beteg. Megadja. Helmut nincs megelégedve az ász kettesével. Mindenki szereti a potokat, amikben Ernest is benne van. Kivéve Helmutot. Nem hiába áll óvatos duha hírében. Ernest végül megad. Négyen nézik a flopot. 10 bubi király, ebből 2 pik. Ernestnél top pár és egy sorhúzó. Tony G. passzol. 5000-et hívok. Na végre, Ernest! Így kell csinálni. Daniel Negreanu, neki egy lyuksora van, és megad. Van lapod? Igen. Na jó. Phil Luck kiszáll, ahogy Tony G. is. Már megint ketten vagyunk, mi? Mint mindig, igaz? Úgy bizony. Treff 5-ös a törnre. Téged is úgy tisztellek, mint Dolt. De az biztos, hogy nem könnyíted meg a dolgom. Minden fillérért megdolgoztatsz keményen. Még szép. De ez van. Na jó, legyünk ferek. 2005. Idáb 2500-at hív. Nagyon kicsi hívás bűzlik a gyengeségtől. Noha Ernest keze erős, a hívása miatt gyengének tűnik. Daniel 12500-ig emel. Még be sem raktam a pénzt. Nem baj. Edab ezt nagyon gyorsan megadta. Edab már nagyon várja a rivert. Amire kör bubi jön. Mi az egy bubi? Passz. Ne csináld ezt velem, Daniel.
Ernest beveti a kérdéses hatékonyságú könyörgős technikát. De ilyen 35 ezret hív. Próbálod meghúzni a ravaszt, mi? Volt egy bubid, mi? Igaz? Mégig nálad volt. No comment. Láttam, hogy bólintottál. Tényleg? Dobok. Nagyon gyorsan bólintottál. Nekem az elég. Daniel megint egy nagy potot veszel Ernesttől, aki látszólag könnyen megadhatta volna, de most már a saját pénzével játszik. Mondd csak, tényleg volt egy bubit? A műsor után elmondom, oké? Jó, az korrekt. Mindent elmondok, lerántom a leplet. Végig hátul voltál. Végig? Ezt úgy érti, nem a bubin múlott. Nem bizony. Na, mi volt, gyerekek? Mindenki tudja? Soron volt? Nem tudom. Sor? Dámád volt. Csak egy dámám? Akkor csak elloptam a potot. Hát remélem nem, mert akkor kapitális barom vagyok. Bocsánat. Bocsánat, de nagyon hülyén érzem magam. Ezzel Daniel nyereménye 140 ezerre ugrik, amivel Phil Luck mögé kerül. Ernest Wiggins, akinek eddig a legnagyobb nyereménye $1200 volt, egyelőre $40,000 profitnál tart. Ne felejtjék, hogy ha pozitív mérleggel zár, akkor eldöntheti, hogy megtartja-e a pénzt, vagy kockáztat, és még egyszer eljön hozzánk játszani. Tony G. ezt a leosztást kihagyja. Helmut egyszínű 7-5-tel 1400-ig emel. Phil megint nagy semmivel emel. A bombánál pedig egy bivajerős kéz. Bár korai pozícióban van, akkor is emelnie kéne ász királlyal. De csak megad. Lássuk, be tudok-e szállni. Ó, a fenébe! Minden egyes leosztásban béna alapjaim vannak. Doyle dob. Én nem panaszkodom. Ilyet még nem láttam tőled. Meg kéne adnom, mi? Én emeltem. Egy kis izgalmat akarsz? Már emeltél? Igen. Akkor mindketten akarjátok. Nem, csak ő, elvégre ő emel. Mindegy, megadom. Fillákkal hárman néznek flopot. Ernest óvatossága legalább még egy játékost bevonzott. 9-4-10 és két tref a flopra. Ernest jó flopot kap, flush húzója van és két fölélapja. Luck a top párjával passzol. Helmut 2400-at hív. Ismerős ez a flop, csak a négyes helyett 9-es volt. Fél rémálmaiban jön majd elő a múltkori csatája Ernesttel. Idab megadja. Lucknál van a legerősebb kéz, de Ernestnek van a legnagyobb esélye, hogy a riverre győztesként jöjjön ki. Luck meg is adja. A turnre... Kör 9-es jön. Luck passzol, hogy ne duzzassza túl nagyra a potot. Phil Helmut 3200-at hív. Megint 9-esed van, Phil? Ernest esélyei jelentősen csökkentek most, hogy csak egy lap van hátra. De azért megad. És Phil Luck sem tágít. Tudjuk, hogy Phil Helmutnak semmije sincs, de lássuk, tovább löffele a riverrel. Amire Pickász jön, Wigginsnek pedig egy toppár. Luck passzol, Helmut passzol. Ernestnek itt hívnia kéne, ha ki akarja fizettetni a lapját. Passz. És végül elviszi a 21 ezres potot. Látjátok, milyen rendes fickó vagyok? Toppár jön a riverre, és nem hívok. De a póker nem a rendes fickók játéka. Na jó, jó, de úgy értem, hogy... Köszönjük szépen, csak szórakozunk. Én mindannyiótokat nagyon tisztellek, és csak próbálok kiharcolni magamnak is egy kis tiszteletet. Ernest még mindig tartja magát a sok sztár között. A reklám után visszajövünk. Ismét a Big Game otthonából, Las Vegasból jelentkezünk. Itt Joe Stapleton és Chris Rose. Ez a 102. leosztás a 150-ből. Doyle Brunson az osztógombon. Phil Helmut az első beszélő. Egyszínű király 2-es. Gyerünk, Phil! 900-ig emel. Az időzített bomba dob. Vajon Phil mikor jön rá, hogy senki sem dől be egy ilyen emelésnek? Danielnek párja van. Daniel eddig nagyon átlát Phil-en. Daniel visszaemel 3200-ig, és Doyle-nál egy még szebb pár.
Senki sem gondolta, hogy Doyle-nak ekkora lapja lesz. Tessék. Doyle jól látja, hogy Phil sokszor a semmire is emel. Daniel a másik semmivel szokott visszaemelni. Hajrá, Texas! Csak nem 12 000-ig emel. Phil-lag dob. Tony G. dáma 9-essel. Úgy néz ki, ezúttal nem fut fejjel a falnak. Phil Helmut is dob. Itt az alkalom, hogy betegyük az egészet. Ja, én is erre gondoltam, csak nézem, mennyit van még. Még 8500 a megadás. Daniel nem tudja, hogy rosszul áll a szénája. Azt hiheti, hogy Doyle-nak csak 2 magas lapja van. Én is emelek. Daniel visszaemel. És Doyle all in megy. Hányszor 1 vagy 2? Daniel megadja. Rád bízom. Legyen 2. Oké. Okay. 37200 fejenként. Ennyit maradt csak. Párod van? Igen, párom. Neked is? Eltaláltad. Ez rossz hír. Azt hittem, Ász királyod van. Na jó, 1 hetest kérek, aztán 1 sort. Tehát 2 kört láthatunk. Aki megnyer 1 kört, elviheti a pot felé. Ne feledjék, Doyle egyszer már tönkre ment. A flopra 4 dáma 2 jön. Jó kis flop. Doyle-nak. Daniel 25% eséllyel kezd, és Doyle még mindig nyerésre áll. A törnre ász jön. Már régen meg akartam duplázni Doyle pénzét, kezdett bűntudatom lenni. Csak viccelek. Danielnek mindenképpen 7-es kell a riverre, de 9-es. 1 pont a jó fiúknak. Mit szoktál mondani, hogy mi is a jó érzés? Megnyerni az elsőt. Tényleg. Tehát Doyle elviszi a pot felét, jöhet a második kör. Lássuk. Na, gyerünk. Danielnek 1 hetes kell. És rögtön a flopra jön is. Ott is van. Van 1 káró húzod. Hú, de izgi. Tudtam, hogy legalább egyszer jön a 7-es. Nincs több káró. Hogy nincs? Kell lennie még egynek. Úgy értem, nálam nincs káró. Ja, vagy úgy. Biztos van még ott káró. Károt. Nem káró jön, hanem egy pikkötös. Káró 5-ös. Legalább egyet én nyertem. Több mint 22% esélyed van, mert itt van 5 halott lap. Közfél. Doyle-nak elég 1 bubi, vagy 5-ösön kívül bármely kárólap. Ott is van. És bejön. Szép volt. Doyle-t Daniel felduplázza. Elég volt neki a 2 bubi. Ez megint olyan volt, mint... Tudta, hogy káró lesz, tessék? Doyle jól jön ki az ólinjéből. És noha ennél az asztalnál most nem megy neki, akkor is ő a keresztapa a pókerben. Doyle Brunson alkotta meg mindezt. Nélküle a póker nem lenne ilyen népszerű. Ő írta a pókerbibliát. Doyle egy nagyon fegyelmezett játékos. Doyle Brunson egy pókerlegenda, az egyik példaképen. Nagyon tisztelem Doyle. Néha még sörözünk is együtt. Doyle írta a pókerbibliát, de a közhiedelemmel ellentétben az igazi bibliaírás akkor még nem élt. Ő tényleg a póker egyik királya. Na, megjött az udvari bolond. Az új fiú megtelve pozitív energiával meditál és tornázik. Spam! Ez a spam! Bizony, spam! Mit is jelent? Pozitív. Pozitív, elhivatott, meditáló. És megver. De megám. Meditáló, és Istenem, elfelejtettem a saját... Elfelejtette a saját mantráját. Segíts, Daniel. Várjunk, csak én is olvastam. Pozitív, elhivatott... Meditáló, mentális, nem jó. Ki hisz ebben? Phil az előbb szétrúgott egy szemetest. Ernest megad. Daniel dob. A szemetes már jól van. Nem emlékszik a saját mantrájára, ez nagyon ciki. Doyle megad. Azt se tudja, mit jelentett a 4. betű. Elfelejtettem, ez hihetetlen. Éjjel égist. Pozitív, elhivatott, meditáló... Luck passzol. Mi lehet? Én nem tudom. Nem tudod, mi az utolsó M? Lehet, hogy memória zavar. Elfelejtetted a saját mantrádat. Nem tudod, mit jelent. Nem tudja, mit jelent a saját mantrája. A flop 5-2 dáma, 2 pik. Lucknak és Doyle-nak is toppárja van, de Doyle-nak gyönge a kísérője. Doyle 1500-at hív. Phil Luck megad. Jóságos ég. Édább dob. Meditáló. Kör 4-es a törnre. Doyle-nak 2 párja van, Lucknak gondjai lesznek. Motivált? Nem, valami más lesz. Doyle Brunson közben 4500-at hív. Doyle nagyon megfontoltan játszik, és Luck tudja ezt. Szépen el is dobja. Pedig te találtad ki. Én hát, kemény. 4 betűben fogalmazta meg az élet filozófiáját, de csak 3-nak a jelentésére emlékszik. 4 betű.
Legalább van önkritikám, nem is rossz. Míg Doyle Branson lassan magára talál, Phil Hellmuth lassan elveszíti az eszét. Mindkettejükre visszatérünk a szünet után. Újra Las Vegasban vagyunk, ahol Phil Hellmuthnak még mindig nem jutott eszébe a saját mantrája. Meditáló és... A nyelvén van. Elhivatott. Kénytelen leszel elolvasni. Különben nem jössz rá az élet titkára. Négy betű. Philnek elgurult a gyógyszere. Média? Médiának lefekvő? Igen, ez jónak tűnik. Ernest Wiggins. Meditáló. Két hetesen limpel. Már nem is reméltünk mást. Daniel dob. Valaki nézze már utána. Doyle is dob. Valamelyik rendező nem tudna utána nézni. Momentum. Momentum? A negyedik betű. Ezt magától tudta, vagy segítettek? A fülemre mondták. Momentum? Nem rémlik. Még így sem emlékszik. A blogjában ezt írta. Tényleg Momentum lesz. Nem is emlékszik. Mert végül nem jött be neki. Nem lehet Momentum. Akkor memória? Nem. Közben Phil-nak megadott, és Tony G. emelt. Makkant. Makkant? Igen, ez jó. Igen, tényleg, mint a kicsit meglennék makkamba. Idebb megad. Nem, mint a dühös lennék, csak nem vagyok eszemnél. Lák dob. Tony G. pedig vakon 4000-et hív. Megadhatod. Jó, amúgy összesen mennyi pénzed van? 100. Kicsivel 100 fölött. 299 a flopra. Tony azért emelte a flop előtt, hogy izolálja Ernestet a többiektől, és ez sikerült. 4000. Lássuk, egy vakonhívás elége, hogy elijessze Ernestet. Phil Hellmuthot már is elijesztette. Pozitív, elhivatott, meditáló. Philnek még mindig nem ugrik be. És mindezt a tévében. 6 millióan fogják tudni, hogy hülye vagy. És köztük sajnos a saját gyerekei is. De jó, hogy viccesen fogod fel. Mint ha fejbe vertek volna. Mennyi a mínuszod? 10000? Emelek, 8000. Ernest agresszívan 8000-re emel. Lehet, hogy lassan kifigyelte Tony módszerét. Tony megadja. Passzolok. Majd vakon passzol. Vakon emel, vakon passzol. Ideje lenne kinyitni a szemét. A turnre Pickass jön. Ernestet ez megijesztheti. Na jó, passz. Passzolok. Ha Tony nem passzolt volna, megpróbálhatta volna elvinni a törnön. Károhat a Riverre. Passzolok. Tony passzol, aztán Idab is. Szép volt, Ernest. Köszi. Nagyon ott vagy. A világ legjobbjai ellen játszol, és nyersz, mint egy állat. Imádom. IW. Megduplázza a tőkéjét. Hé, Phil! Eszembe jutott. Halljuk. Pozitív, elhivatott, megfontolt, meditáló. Megfontolt? Igen, így már rögtön beugrik. Pont ez a bajom. Ma valahogy nem vagyok megfontolt. Mert még azt is elfelejted, hogy megfontolt légy. De a bal szerencsémre sem emlékszem. Igazából sajnos csak is arra emlékszem. Nem túl jó, mostantól megfontolt leszek. Az bizony. Tehát Phil Hellmuth megpróbál pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, noha a mérlege negatív. Tony G. most már tényleg nagyon mélyen van, Phil Luck viszont továbbra is az élen. Az utolsó pot után az időzített bomba pedig már 63 000 dollár profitot könyvelhet el, amit majd esetleg meg is tarthat. Már csak 43 leosztás van hátra, úgyhogy jók az esélyei. Daniel Negreanu élő vakot rakott. Doyle Branson az első beszélő, de rögtön dob. Phil Lucknál pedig ászbubi van. Az erős kéz ellenére folytatja a passzív játékot. Csak megad. Tony G. az osztógombon szintén. Phil Hellmuth is. Ernest Wiggins pedig... Na jó, nem érdekel, beszállok. Játszani akar. Idab megadja. Daniel Negreanu. Ő volt az élő. Emelek. Sőt, emelni fog. Daniel az élő vak miatt az utolsó beszélő. Megpróbál megszabadulni néhány limpelőtől. 5400-ig emel. Phil Luck lemorzsolódik. De Tony G. megad. Mennyi? Tony kezét egyre jobban égeti a saját pénze. Phil Hellmuth dob. Ernest szintén. Daniel tehát 3 játékost is kilőtt. Azt elárulom, hogy fogalmam sincs, mit van.
7-8 bubi jön a flopra. Egyelőre Daniel az erősebb, de Tonynak is tetszik a flop, remek húzói vannak. Szín és lyuksor. Daniel passzol, Tony is passzol. Danielnek a 9-essel egy sora van. Daniel passzol. Tony pedig 25 ezret hív. Daniel hagyja, hogy Tony hívjon. Tony ugyan düböl hív, de olyan húzói vannak, hogy ez szinte csak egy fél blöff. Danielt ugyan a dáma 10 már veri, de nála a második legerősebb lap, így nehezen fogja eldobni. Bizony, meg is adja. Jön a river. Káró, Bubi, egy pár az asztalon. Daniel passzol. És Tony is. Soron van. Hihetetlen. Miért nem jön le semmi? Hogy az a jó... Egy nyomvat parti sem. Pedig nagyokat emeltem. Egyszer se tud leesni. Daniel pedig bezsebel egy csaknem 64 ezer dolláros potot. A két leglazábban játszó játékosunk csapott most össze, nekik a legnagyobb a VPIP-jük, vagyis ők lépnek legtöbbször önként játékba flop előtt. Persze sok kezet megjátszani még nem ugyanaz, mint sok leosztást megnyerni. A vállalkozó szellemű Danielnek bejön, Tonynak nem. Ha még több statisztikát szeretnének látni, mindent megtalálhatnak weboldalunkon. Egyszer sem jön olyan, ami kihúzna a bajból. Tony G még mindig magában motyog. Most pedig... Ugyanez van. Ugyanaz, lenyomod, de megint ott leszel. Nagy baj van, amikor már össze-vissza beszél magában. Szinte nem is érteni. Phil Lackdob. 1000. Tony G 6-os magassal is rögtön emel. Phil Helmut ász királlyal megad. Tony G csak menetel. Mindenki dob Bransonig. Lassan elkezdi majd mindenért az osztót okolni. Doyle megad. Ez kész. Tony még mindig a fejét rázza. Dáma 7-2 a flopra. Tonynak alsó párja van, de most ez egyelőre elég. Doyle passzol. Tony 2000-rel kezdi a hívást. Nem vagyok normális, hogy ilyen lapot akarok megjátszani. Helmut két magasabb lappal megadja. Doyle pedig kiszáll. A turnre dáma jön. Így egy pár van az asztalon. Tony 5000-et nyit. Phil megadja. Úgy tűnik, Tony már csak Helmut ellen tud érvényesülni. Tony G vakon passzolt. Phil Helmut is passzolt, és a river hatosával Tony G megnyeri a potot. Helmutnak valószínűleg vissza kellett volna emelnie még a flop előtt az ász királyával, pláne, hogy tisztában van vele, hogy Tonynál bármilyen gyenge lap lehet. Tony mosolyoghatna egy kicsit. Épp egy kerek potot húzott be. Hát így kell megjátszani egy ász királyt kevés zsetonnal, mi? Így kell megjátszani? Totál begőzöltél, nem akarok visszaemelni rád, mert simán megadod a 6-2-vel. Persze, persze. Egész nap ez megy. Tudom. Szörnyű, mennyire düböl játszol. A Phil Lucknak lett volna ász királya, teleblöfölted volna, és a semmire odaajándékoztál volna neki vagy 70 ezret. Daniel-le pláne, de ellenem még te kapsz egy 2-est. Az eredmény az eredmény. Istenem, miért nem lehet, hogy ilyenből jöjjön még egy pár? Ez most a Big Game, vagy egy házasodós műsor? Kiderül a szünet után. Ismét a Big Game jelentkezik Las Vegasból. Tony G érthető módon nagyon frusztrált, de bármennyire meg is csapant a tőkéje, sosem hagy ki egyetlen lehetőséget sem, hogy beletaposson Phil Helmut lelkébe. Amikor megtudtam, hogy Phil Helmut is ott fog ülni az asztalnál, úgy föl voltam dobva, mint akinek ötöse volt a lottón. Imádok ellene játszani. Könnyű célpont vagyok. Ez Daniel is tanúsíthatja, vagy Tony G. Úgy beszél, mintha ő lenne a legjobb. Mert hajlamos vagyok elfelejteni, hogy 11-szeres világbajnok vagyok, a legjobb a világon. Valaha, amikor a mi generációnk még be sem tört a köztudatba, valóban remek játékos volt. Tényleg? Az olyanok, mint Tony G, néha minden határon túlmennek. Ilyenkor vissza kell őket pofozgatni. Azt szeretném, hogy Phil a földön fetrengjen kínjában. Ha nem állsz ki magadért, folyton ott lihegnek a nyakadban. Én nem akarom őt leírni. Minden erőfeszítést megteszek azért, hogy lelökjem a piedesztárról, amire ő emelte saját magát. Azt akarom, hogy a földön csúszson, kegyelemért könyörögve. Ezek ketten benne vannak a top 5 tévés párosban. Tom és Jerry, Stan és Pan, a Siblis és a Szende után.
Tényleg Stan és Spanhoz hasonlítottad őket? Vagy ott van MacGyver és Murdoch. Ó, az is nagyon jó. MacGyver! Jön a 121. leosztás. Én jövök. Bizony, időzített bomba, a dáma tízessel. Megadom. Limpel. Daniel dob. Doyle megad. Fillek az osztógombon. Szintén dob. Tonynál dáma hármas. 1500-ig emel. Ezúttal csak sikerül neki. Phil Helmut, jó lap az, 2-10-es. Egy egészséges pár Phil Helmutnál, aki az imént ász királlyal sem emelt. Lássuk, változtat-e valamin. Csak megad. Ezzel sok embert enged beszállni a podba. Mint Ernest Wiggins-t és Doyle Brunson-t. Négyen néznek flopot. 6-5 bubi, 2 káró. Tony G a flush húzóval 5000-et hív. Helmut sem hagyja ki. Bubi. Káró bubi. Nem pont erre vártam. Idab dob. Doyle lejavult a fél tízeseit a bubival. Doyle 25000-re emel. Jól olvassa az ellenfeleit, meghívja alapja értékét. Tony G meg is adja. Phil a kamerától várja a választ. Valóság ez, vagy csak átvertek? Lehet, hogy nem is megy a kamera. Tényleg van ilyen? Mármint... Nem, ez nem kandi kamera. Elhiszem. Végül dob. Szép. Gyönyörű, olyan jól el vagyunk itt. A tönt tehát csak Doyle és Tony nézi. Treff 9. All in. Tony G all in megy. Szintiszta agresszióan megőzöl Tonytól. Láttam én már ilyet. És bejön. Doyle rögtön dob. Tony G pedig szép kis potot zsebelhet be. Hagynod kellett volna a Rivert. Tony gőzhengerként löki félre Doyle kezét. Ha passzol, minden az övé, mi? Hol illett volna? Be akartalak vonni. Azt akartam, hogy Phil is benne legyen. De ez van. Sajnálom. Ne aggódj, Tony, nekem csak 2-10-esem volt, semmi több. Az volt az érzésem, hogy eleve volt 2 dámád, mert eddig akárhányszor emeltem a flop előtt, neked volt valamid. Ha erős kezem van, neked még erősebb jut, úgyhogy... Lehetőséget akartam adni neked. Érted? Tony G ugyan visszanyert valamicskét az utolsó leosztásokban, de még mindig 122000 dollár mínuszban van. Nagyobb hír az, hogy Ernest Wiggins 57000 dollár nyereménynél tart. Így már a saját pénzével játszik. Ezt a pénzt most már meg is tarthatja, amiben segítségére lehet eddigi visszafogott stílusa. Ennyi volt mára. Phil Lack és Daniel Negreanu nagyot szakítottak ma este, de legközelebb minden figyelem az időzített bombára összpontosul. Vajon megtartja nyereményét, vagy megpróbál még többet kisajtolni a sztárokból? Amanda Leatherman búcsúzik önöktől, de ne feledjék, ha megjött a kedvük a játékhoz, kipróbálhatják a pókert a pokerstars.net-en. Viszontlátásra! Joe Stapleton és Chris Rose is búcsúzik önöktől. Viszlát legközelebb! Jobb riverek kellenének, de ezt a rivert megnyertem volna, ha megnézzük, én mondom. Nem tudom, úgy is hívtál volna. Szerintem nyilvánvaló. Ki tudja, mit volt. Ha emelsz egy nagyot, és aztán megint hívsz, akkor valószínű, hogy kifizetnek.